Székesfehérvár már a középkorban is kiemelkedő jelentőséggel bírt. De mi köze II. Andrásnak és IV. Bélának a koronázó városunkhoz? Szabados György történész most ebbe avat be minket. II. András és fia IV. Béla, akikről tétetik néhány szónyi említés, ők egy-egy mozzanataikról híresek, akár a történeti köztudatban is. II. Andrásnak volt egy aranybullája, IV. Bélának pedig volt egy tatárjárása. Itt koronázták őket királlyá. Székesfehérvár volt hazánk Árpád-kori koronázó fővárosa. II. András 1205. május 29-én koronázták királlyá. Ő volt az első király, akit úgy koronáztak itt királlyá, hogy a Szent Korona külföldről tért haza. Idézzük fel az előzményeket, hogy ez miért történhetett. Vissza kell kicsit kanyarodnunk 3. Béla királyig, akinek a két első fia volt Imre és a későbbi 2. András. Ezek a fiúk testvér viszálykodtak, ugyanis 2. András bátyja trónjára tört, és amikor Imre királynak fia született, a későbbi 3. László király, akkor olybá tűnt, hogy az akkor még András herceg trónutódlási reményei végtelenségbe távoznak. Igen, ám csak, hogy fordult a történelem kereke, 1204. november 30-án meghalt Imre, és az ország tényleges kormányzója a gyermek valami 5 éves 3. László helyett András herceg volt, aki egyre nyíltabban nyomult a trón felé. Konstancia özvegy anya királyné 1205. áprilisában felpakolta 3. László gyermekkirályt, a Szent Koronát és az államkincstárat, majd Bécsbe Lipót osztrák herceghez, az oldalági Árpádházi rokonhoz menekült. 1205. májusának elején a mintegy 5 éves 3. László király váratlanul meghalt Bécsben. És ezért van az, hogy a május 29-i koronázáshoz Andrásnak Bécsből kellett hazahoznia a Szent Koronát rendes őrzési helyére, Székesfehérvárra. A következő kapcsolódási pont II. András és Székesfehérvár életében, amely viszont már kihat András fia, a későbbi 4. Béla életére is, az András 1217 és 18 között vezetett szentföldi keresztes hadjárata. Erre annak idején még 1196 első felében apjának tett fogadalmat, 21 évvel később el is indult a szentföldi hadjáratra. Méghozzá Székesfehérvárról, András hazaútján a Nikaiai császárságból elhozta elsőszülött fiának, a Laszkarisz Teodor császár leányát, jegyesül, majd feleségül. Ez mindenképpen egy nagyon fontos családi, és hát ilyen formán országos jelentőségű hozadéka volt ennek a keresztes hadjáratnak, amely ugye 1218-ban ért véget. Következő, ugrunk 4 évet, ugye II. András legközismertebb attribútumához, az aranybullához. Ez egy olyan aranypecséttel ellátott oklevél, amelyben eredetileg magát az aranypecsétet jelöli az, hogy aranybulla. Végül a megpecsételés módja ráértődött magára az oklevélre. Az aranybulla a magyar történeti köztudatban, ez az 1222-es kiadású Székesfehérvárot megfogalmazott királyi rendelkezés lett. Tehát itt Székesfehérvárnak egy korábban 3. Bélától nyomon követhető jelentősége és intézményes írásos megerősítést nyer, mégpedig, hogy Székesfehérváron a Szent István napok, tehát egyfajta Székesfehérvár törvénynapok, azok itt tartassanak. Imre király 1202-ben kiadott aranypecsétes oklevelén látható először az a vörössel és ezüsttel vágott címer, amely a mai magyar állam címerben jobbról látható, vagyis a bal oldalon, mert a heraldikában a két oldal felcserélődik. És ez a későbbi pontatlan kifejezéssel élve árpádsávos alak, ez tűnik fel II. András aranybulláján is, az aranypecséten. A királyok jelképe az később egy a mai magyar államcímer részévé vált, a vörössel és ezüsttel előbb 8-szor, majd 7-szer vágott mező, mert ebben a formában rögzült.
miként vélekedett IV. Béla Székesfehérvárról. Mikor tehát országunk székhelyén Fehérvárot, kedvelt fiunkat, Istvánt, Isten kegyelméből királlyá és egész Szlavónia hercegévé koronázva törvénynapot ültünk, vagyis ebből az 1246-os adatból az a történelmi tény áll elő, hogy mind a hazai szemlélők, mind pedig a külhoni szemlélők Székesfehérvárat az ország fővárosának, hatalmi központjának tekintették. Nagyon érdekes, hogy az utolsó árpádházi király, aki Székesfehérvárot temetkezett, az nem más volt, mint a gyermek harmadik László, vagyis második András unokaöccse. Az egyébként tényleg rejtély, hogy az apja nyomdokait követő Imre király szintén nem Székesfehérvárra temetkezett, hanem Egerbe. Az viszont még nagyobb rejtély számomra, hogy a mindenben a nagyapja nyomdokát követő IV. Béla, majd annak idején, miért nem Székesfehérvárra temetkezett, és miért Esztergomba választott magának végső nyughelyet? Mi mindent rejt magában országunk egyik leggazdagabb múltú városa, Székesfehérvár? Ha érdekel, nézd meg a többi kisfilmünket is, hogy további információkat tudj meg városunkról.